talán a kedves nézőink nem is gondolnák, de egyre több hölgy is lényegében helyet követel magának, hogy én nagyon erősen fogalmazzak, a boros szakmavilágában. De hogy hogyan is és miként mutatkoznak meg, többek között erről is beszélgetünk a folytatásban, illetve a borok és a hölgyek kapcsolatáról, vagy a kapcsolatunkról, hogy már akkor így fogalmazzak. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm és köszöntjük vendégeinket itt a kihelyezett stúdiumban, az Egri Borbarát hölgyek elnökét, Dessz Erikát és alelnökét, Kisné Rabocki Barbarát. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Jó estét kívánok, itt Egerben, nagyon szépen köszönjük a meghívást. Itt Egerben most akár most kifejezetten a borünnepen hol találkozhatunk a borhölgyekkel? Most a borhölgyeknek külön standja nincs, mi képviseljük a borászokat, tehát a minden borászt, aki megjelent a borünnepen, felvonulással, díjazásokkal, de tulajdonképpen erre is jött az létre az egyesület, hogy segítsük a borászok munkáját. Igen, mert ez lett volna a következő kérdés, hogy milyen apropóból jöttek létre a Borbarát hölgyek egyesülete, mert a hölgyek nyilván nem jöttek létre. Hányan vagytok most, hogy csatlakozhatnak hozzátok a hölgyek, vagy mi kell ahhoz, hogy valaki Borbarát hölgy legyen? Ezt ki kell ám érdemelni? Igen, tehát ez, igen, én úgy tudom, igen, hogy javaslatra történik ez. Történhet javaslatra, és történhet úgy, hogy valaki elhivatottságot érez az iránt, hogy segítse a borászok munkáját, és elhivatottságot érez az iránt, hogy támogassa a történelmi egri borvidéket munkával. Munkával, akarattal, tettekkel, kiállással, kulturált viselkedéssel, kulturált megjelenéssel, kulturált borfogyasztással. Tehát jelentkezéssel, akik jelentkeznek, ők beadják az önéletrajzukat a Borbarát hölgyek számára, akik nyilván ezt először mérlegelik, befogadják, és ha alkalmasnak találják a jelölteket, akkor azok egy éves próbai időszakon vesznek részt. Ha jól láttam, vettétek a vonulásunkat is, és talán láttatok két fiatal borhölgyet fehér ruhában és szallaggal. Ők a noviszaink, tehát akik most egy évig próbaidőn vannak, és egy év idő alatt, egy év vizsgaidőszak, próbaidőszak alatt egy vizsgát tesznek, és utána avatjuk őket borhölgyé. Válhatnak borbarát hölgyék. És most tavasszal avattunk két borbarát hölgyet is, és egy nagyon újdonságként szerepelt ez a repertoárunkban, hogy Szerbiába egy borászatban tehettük meg ezt az eseményt, úgyhogy egy a Mauer Oszkár borászatában. Szerémségi borvidéknek egy neves borászta, akitől nagyon sokat tudtunk tanulni, nagyon-nagyon különleges, sem műveli a szőlőt, és nagyon régi magyar szőlőfajtákat termeszt, amik nem divatborok, hozzáteszem. Tehát nincs egyszerű dolga, hogy ezeket a borokat értékesítse. Egyébként mit lehet elmondani, hogy a hölgyek mennyire érdeklődnek a boros szakmák iránt, akár a borászat, szőlészet, tehát hogy azért főként, hogyha az emberek fejében van egy kép, akkor azt el lehet mondani, hogy akkor a férfiak művelik ugyebár a földet, de a hölgyek hogyan tudnak ehhez hozzákapcsolódni? Mi a tapasztalat egyáltalán? Hát szerintem a hölgyek ínyencek, tehát sokkal inkább rátalálnak azokra a különlegességekre a borok tekintetében, ami jellemzi a borokat. Én személy szerint egyébként szőlészborász szakmával, agrármérnökként tanítok szőlészborászokat is. Hát akkor így lehet képviselni, többek között. Igen, ez azért úgy elég. Igen. Lehet úgy is, hogy szakmailag egy elhivatottság van, vagy egyszerűen csak tényleg van egy vágy arra, hogy jobban megismerjék a hölgyek a borokat, de úgy látom, hogy egyébként van nagy nyitottság a hölgyekben az iránt, hogy azért tényleg elmélyülten megismerjék a borokat, a borkészítés technológiáját, és szerintem ez egy nagyon jó irány a hölgyek részéről, és így hölgyként pedig a többi hölgy irányában tudunk ebben segíteni, hogy ezeket képviseljük. Jó, erre muszáj lecsapnom egy kicsit, akkor fordítsuk meg, a férfi borászok mit szólnak ahhoz, hogy a hölgyek egyre nagyobb teret követelnek maguknak ebben a szakmában?
befogadóak, elfogadóak, vagy tartózkodóak? Hát vagy nagyon szeretik látni a szebbik nemnek a képviselőit maguk mellett, hogy a borász szakmában mennyire, talán őket tőlük kell megkérdezni. Jó, megkérdezzük őket. De tudod, háttérország, tudod, beszéltük már korábban is. Hogy a közmondás is mondja, hogy minden sikeres férfi mellett áll egy erős nő, sikeres nő, így van. Szerintem a legtöbb borász mellett is egy erős feleség, van, aki segíti őket a munkájukban, és szerintem ezzel... Igen, ezt azt hiszem, hogy Lőrinc György az előbb ékes példája volt ennek a dolognak. Igen. Hölgyeim, akkor egy kicsit szakmázzunk, ha lehet ilyet kérni tőletek. Van-e férfi és női bor? Tehát borban különböztetünk-e meg férfi és női borokat? Mondod a véleményedet? Szerintem ez véleménykérdés. Aha. Én laikusként azt gondolnám, hogy vörös bor, férfi bor és fehér bor, női bor. De és akkor a rozét akkor hová teszünk? És meg is száfolom, mert én például egyébként vörösboros vagyok. Aha. Sokkal karakteresebb, tehát sokkal többet ki lehet hozni egy borból érlelés folyamán, technológiával. Itt már megszólalt a szakma. Igen, határozottan. És míg egy könnyed fehér bort, nem azt mondom, hogy könnyű elkészíteni, mert egyáltalán nem könnyű, de hogy teljesen más irányvonalat. És azt látom egyébként, hogy akik így ínyencként kóstolnak bele, hogy de nagyon sok a félre siklás, mert az édesbor, hát azt azért nem, tehát legalábbis nem az Eger környékére való, tehát sokan keresik az édesborokat, de azért nem jellemző, de mondjuk hölgyekre inkább valóban a könnyed, gyümölcsösebb jellegek, amik vonzák őket, meg a kicsit az édeskésebb jelleg, de szerintem ez, ahogy mondta Erika is, hogy tehát attól függ, hogy tényleg, tehát ízlés dolga, hogy kinyit, milyen irányt képvisel. Tehát nincs ilyen kifejezetten női bor, szerintem meg nincs kifejezetten férfi bor. Érdekes, mert nálunk például a férjem a könnyebb vörös borokat szereti, én pedig a vaskosabb, telt ízvilágú, nehezebb vörös borokat. Pedig azt mondják, hogy ez nem nőies, de... Tehát ízlések. Jó, tehát akkor és pofonok. Elmondhatjuk azért nagy vonalban, hogy itt is ízlésről beszélünk alapvetően, abszolút. Tehát nem tudjuk megkülönböztetni, itt cáfoltátok azt a felvetést, amit én megpróbáltam itt kierőszakolni belőletek. Szóval, hogy mint sok minden másban, itt is azért az ízlés a dominancia. Lehet, hogy ez egy marketing fogás, hogy most ez egy könnyed, légies, és akkor a könnyed, légies jelzőt a nőiességgel párosítjuk a hölgyekkel. Párosítjuk, igen. De szerintem kóstolás ízlelés szempontjából nem állja meg a helyét. A jó borok, az a lényeg, nem? Hogy igen, legyen a bor, jó legyen. Én azt gondolom. Pontosan. Okay. Milyen előnyei lehetnek, ha egy női borász tevékenykedik mondjuk ezen a területen? Hogyan látják a hölgyek? Ugye? Hát kevesen vannak kifejezetten a női borászok, akik felvállalják, hogy egy borászatot irányítanak, de vannak egyébként. Most így hirtelen gondolkodom rajta, hogy itt egy Eger környékén ki az, aki így női borászként képviseli a szakmát. Most nem jut eszembe senki, de biztosan van. De szerintem előnyként, ha egy női borász van, tehát hogy mindig azért a gyengébbik nemként tekintenek a nőkre, és azért egy kicsit olyan sokkal toleránsabbak, előzékenyebb az emberek, mondjuk egy női borászat. Viszont sokkal nehezebb szerintem a dolguk, mert bizonyítaniuk kell, hogy nőként hely tudnak állni ebben a úgymond férfi a szakmában, de szerintem van rá lehetőség, és szerintem nagyon jók, sikeresek tudnak lenni a női borászok is, hogyha felvállalják ezt a nemes feladatot. Hát, hölgyeim, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, egy kicsit beszélgethettünk erről, bemutathattunk benneteket. Akkor jó munkát kívánunk nektek köszönjük az elkövetkezendő szépen. Napokra, de azért egy kicsit ünnepeljetek is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a lehetőséget.